and just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Like a Vlog, és a mai videóban nem máshol vagyunk, mint Olaszországban, a Garda tónál. Ami Olaszország egyik legnagyobb tava. Úgyhogy tartsatok velünk, szerintem izgalmas lesz. Kezdjük! This romance, oh, this is. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? Ma itt vagyunk Sirmione-be, ami a Garda-tón egy kis félsziget, amit ma körbejárunk. Jókat eszünk, iszunk, és megnézzük, hogy mit rejteget ez a csodálatos hely. Sajnos az idő még nem a legjobb, láthatjátok is, van egy kis eső is, nem baj, addig is megyünk tovább. Tökéletes kirándulós időnk van ma. Hello. Later. I want to eat something. Thank you very much. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance. Selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day. Na, Lotti, mit szereztél? Limonádé, friss citromból. Hú, jó savanyú, de finom. Na, menjünk tovább. Elhelyezkedése, történelme és látnivalói miatt Sirmione az egyik legfestőibb település a Garda-tó partján. Thank you. Thanks. Beültünk az első helyre, ami nem más, mint egy pizzázó. Kíváncsi vagyok. Bruschetta pomodoro. Stabkúcsé. Tonno pizzázó. Két érdekesség itt az étteremben. Az egyik, hogy kihozták az étlapot, viszont nincs rajta ár. A másik, hogy nincs leves. Megjött az első kaja, ez nem más, mint a bruschetta. Előételnek szerintem ez elég adag, nem? Nézzük meg! Nagyon finom ízes ahhoz képest, hogy csak olaj van rajta, olívaolaj, paradicsom. Na, kijött a tonhalas pizza. Jól néz ki a tésztája, jó? A kaját mindenképp. Hatalmas vihar. Ó, törik minden, ahogy. Még viharban nem ettem pizzát. Várba se engednek már lesz. Hát a várba se legyünk ma föl. Következő a helyzet. Olyan vihar jön, mint az állat. Beljebb is húzódtunk, mindenki szalad össze-vissza, már hallani, hogy az eső is szakad. Mi itt vagyunk benne a szigeten, ki kell még sétálni, vagyis a félszigeten ki kell még sétálnunk azért az autóhoz, ami nem itt van. Mindenki rohangál. Ettől izgalmas ez. Jó étvágyat azért. Come take a chance with me, cause I ain't so bad then. Ott ilyen nagy nyugalom itt a vihar közepén. Milyen volt a pizza? Isteni finom. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó pizzát csinálnak. Tali szarrázunk. Jövünk a következő epizódban, amikor már süt a nap. Igen, nagyon szép a város, sajnos a vihar szétvert minket, alig bírom tartani az ernyőt. Most megpróbálunk valahogy kijutni. De milyen ernyőt van? Hát ilyen. Most vettük. Nézzétek, hogy milyen cuki. Nagyon cuki, ja, csak nem jó, na mindegy. Ennek itt a vége, visszajövünk, mert ezt érdemes megnézni, a város nagyon szép. Ma
When you're smiling. When you're smiling. When you're smiling. És milyen jól tettük, hogy visszajöttünk, ugyanis ezt a várost látni kell itt a Gardatónál. A város a tóvizébe mélyen benyúló keskeny félszigeten fekszik. Már az időszámításunk előtt második-harmadik évezredben lakott volt ez a terület. Majd a római fennhatóság idején kedvelt üdülő területté vált. A város főként verónai arisztokraták között volt népszerű. Többek között a híres római költő Catullusnak is volt egy villája a félsziget északi csücskén. A Gardató partján fekvő Sirmionéban rengeteg a látnivaló és a program. Könnyen el lehet tölteni itt egy egész napot, ha nem többet. A városnézéssel, a helyi ételek megkóstolásával és a város híres strandjain való pihenéssel. Óváros, amelyet nyaranta a turisták lepnek el, a félsziget végén helyezkedik el. Szűk sétáló utcái, virággal borított házai, hangulatos éttermei, különleges fagyizói és díszes ajándékboltjai egyedi hangulatot kölcsönöznek ennek a kis városnak. Az esti fények lenyűgözőek. Köszönjük, ha végignézted, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, vagy kommentelj, és tarts velünk a következő epizódban is. Sziasztok! When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the-